Sok szeretettel köszöntünk mindenkit a Magyar Nemzeti Bank sajtótájékoztatóján. Mai témánk az MNB ma megjelenő zöld pénzügyi jelentése, amely helyzetképet mutat a magyar pénzügyi rendszer környezeti fenntarthatóságáról. Nagyon örülünk, hogy ilyen nagy számban elfogadták meghívásunkat az online térben is. Engedjék meg, hogy bemutassam sajtótájékoztatónk előadóit, megkülönböztetett tisztelettel dr. Kandrát Saba, a lelnök urat, és Gyura Gábor, főosztályvezető urat. Már most szeretném jelezni, hogy amennyiben felmerülő kérdéseik vannak, azokat az előadások végén meg tudjuk majd beszélni. Sajtótájékoztatók közben a sajtókukasmmnb.hu e-mail címre tudják ezeket feltenni, illetőleg technikai kérdés esetén a felügyeleti sajtókukasmnb.hu e-mail címen állunk rendelkezésükre. Szeretném felkérni Kandrás Saba, alelnök alelnökurat stratégiai bevezetőjének megtartására. Köszönöm szépen! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Szeretettel és nagy örömmel köszöntöm Önöket az MNB egy új kezdeményezésének, a zöld pénzügyi jelentésünk bemutatóján. A jelentés az idei évtől éves rendszerességgel fog megjelenni. A mai nap három szempontból is különleges számunkra. Egyrészt a tegnapi nap ünnepeltük az azonnali fizetési rendszer indulásának első évfordulóját, ami egy rendkívül bátor, jövőbe mutató és egy év elteltével kijelenthetjük, hogy sikeres kezdeményezés volt a részünkről, és őszintén hisszük, hogy a fenntarthatósággal kapcsolatos valamennyi tevékenységünk szintén megfelel az előbb felsorolt ismérveknek. Másrészt szinte napra pontosan két éve indítottuk szintén a zöld programunkat, melyben az MNB zászlajára tűzte, a környezeti fenntarthatóság elősegítését, amelyet mind a hosszú távú egészséges gazdasági növekedéshez, mind a pénzügyi piacok stabilitásához kulcs tartunk. Ennek jegyében kezdtük meg zöldösztönzők beépítését a banki szabályozásba, publikáltuk a piaci folyamatokat erősítő számos elemzést, tanulmányt, megszerveztünk nagy nemzetközi konferenciákat és workshopokat elindítottunk egyetemi képzéseket, tréningeket a piaci szereplők számára, létrehoztunk a lakosság számára családi zöld pénzügyi honlapot, valamint dolgozunk azon, hogy az MNB maga is teljesen karbonsemlegessé váljon már a 2021-es évtől kezdődően. És harmadrészt egy éve, nagyjából egy éve zúdult ránk a Covid-járvány, ennek kitörésekor volt olyan félelem, hogy a 2020-as évben háttérbe szorul majd a fenntarthatóság, és a hazai bankok, biztosítók vagy éppen alapkezelőknek nem lesz módjuk a klímaváltozással és a többi környezeti kihívással foglalkozni. Most ugyanakkor, amikor a 2020-as év új jelentését vagy jelentésünket bemutatjuk, elmondhatjuk, hogy a járvány árnyékában is egyértelmű előrelépés történt a zöld pénzügyek terén. És az is világossá vált, miben kell erősítenünk idén, amikor is reményeink szerint fokozatosan magunk mögött tudjuk majd hagyni a járvány miatti korlátozásokat. A publikálásra kerülő új jelentés segítséget nyújt abban, hogy megálljunk és értékeljünk, megálljuk, megálljunk egy pillanatra és értékeljük, a hazai pénzügyi rendszert abban a tekintetben, hogy képes-e a gazdaság átállását finanszírozóként segíteni, sőt, akár katalizálni. A jelentés, a most bemutatásra kerülő jelentés részletes tartalmát az ezután következő prezentáció fogja bemutatni. Engedjék meg, hogy én három tényezőt emeljek ki az önök számára. Egyrésztről, a fenntartható fejlődési célok elérése szempontjából hazánknak, hazánk pénzügyi szektorának ö, még van hova fejlődni, egyelőre az út elején állunk a környezeti célokat illetően. Sokat teendőnk a klímavédelem vagy éppen a tiszta energia-termelés terén. Kiemelném, hogy milyen egyetértek Áder János köztársasági elnök úr gondolataival, hogy nem csak a klímaváltozás negatív hatásaival kell számolni, hanem előbbivel persze összefüggésben a következő évek nagy kihívása lesz a vízválság elkerülése is. A hazai vizek bő 90%-a a határon túlról érkezik, köztársasági elnök úr is erre hívta fel a figyelmet, és onnét, onnét, tehát külföldről érhet minket vízszennyezés, de más államok akár el is használhatják e víz egy részét. Egy éve az elmúlt 120 év harmadik legsúlyosabb tavaszi asszáját szenvedte, szenvedte el az ország, amelynek egy része vízhiányjal küzdhet majd akár a következő években is. De az állam és az MNB a Magyar Nemzeti Bank számára egyértelmű a cél, látjuk, hogy hova kell eljutni. A gazdaság átalakulásához, legyen szó zöld energiáról, vagy éppen fenntartható vízgazdálkodásról, beruházások kellenek. A beruházásokhoz pedig pénzügyi források, azaz a zöld pénzügyek. A hazai pénzügyi közvetítőrendszer mindeddig csak csekély mértékben integrált a működésébe a fenntarthatósági szempontokat, de a változás az elindult még a járványhelyzet ellenére is, és ez igen nagy szó. Számos bank dolgozik dedikált zöld hiteltermékeken, akár programokon is. Idén előre kell lépni, hogy a tervekből tettek legyenek. Óriási lépés és szimbolikus jelentőségű, hogy tavaly a magyar állam nemzetközi szinten is látható, sikeres zöld állampapír kibocsátásokat hajtott végre. Ugyanilyen fontos, hogy elindult a vállalati zöld kötvénykibocsátás is. A Magyar Nemzeti Bank növekedési kötvényprogramja párban az új banki zöld finanszírozási ösztönzőinkkel igazi melegágya lehet a további kibocsátásoknak is. Előre tekintve harmadjára pedig szeretnék beszámolni a Magyar Nemzeti Bank és az uniós hatóságok várható további lépéseiről. A teljesség igény, igénye nélkül hagyj említsek meg pár fontosabb Programot, vagy várható lépést. Egyrészt néhány nap múlva hatályba lépnek a fenntartható befektetésekkel kapcsolatos új uniós szabályok, amelyhez a jegybank saját iránymutatást, vezetői körlevelet is, körlevelet is ad a hazai alapkezelőknek, biztosítóknak, pénztáraknak. A következő hónapokban, években így a lakossági befektetők egyre jobb, megbízhatóbb formában, megbízhatóbb információkat kapnak majd a befektetések környezeti tudatosságairól. Másodszorban alig több mint egy hónap múlva publikáljuk banki zöld ajánlásunkat, amelyel egyértelmű útjelzőket szögezünk le a hitelintézetek számára, hogy miként építsék be a zöld szempontokat a működésükbe. Az év második felében elkészülünk a klímastressz tesztünkkel, melyel pontosabban érzékelhetjük majd, mennyire ellenállóak a hazai bankok a klímaváltozás miatt óhatatlanul bekövetkező változásokkal szemben, mennyire tudják a negatív hatásokat kezelni. Az Európai Bizottsággal és az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bankkal együttműködésben pedig még idén megszülethetnek, idén megszületnek a leendő nemzeti fenntartható tőkepiaci stratégia ajánlásai. Új jelentésünk sok muníciót ad majd nemcsak a hazai piaci szereplőknek, de a gazdasági és a zöld sajtónak is, azzal, hogy ezzel a dokumentummal, hogy, hogy, dokumentummal gyakorlatilag megmérjük és transzparensé tesszük, hol tartunk a zöld pénzügyek terén, reményeink szerint segíteni fogjuk a közbeszédet, szakmai műhelyekben, akár egyetemeken egyre többet és mélyebben beszélhetünk az előttünk álló kihívásokról. Ezáltal a szükséges lépéseket is pontosabban tervezhetjük meg, mind a piaci szereplők, mind a hatóságok oldaláról. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, gratulálok kollégáimnak, gratulálok mindenkinek, aki részt vett ennek a jelentésnek az elkészítésében. Reményeim szerint sokat használt, sokat idézett dokumentum lesz, és tényleg hozzá tud adni ahhoz a fenntartható áramlatod, amiben benne vagyunk, és senki se felejtse, csak ez az egy bolygónk van. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Köszönjük szépen a úr. Egyúttal felkérem Gyura Gábor főosztályvezető urat, hogy mutassa be a részleteket. Parancsolj főosztályvezető úr. Köszönöm szépen. Én is köszöntök mindenkit a zöld jelentésünk bemutatóján. A következőkben a jelentés legfőbb üzeneteit, talán a legizgalmasabb pontokat szeretném bemutatni, de mindenkit bátorítanék arra, hogy az egész jelentést érdemes elolvasni, mert most igazából csak egy összefoglalást, ízelítőt tudok majd adni. Miért vágtunk bele ennek a zöld jelentésnek az elkészítésébe? Azért, mert azt gondoljuk, hogy nagyon fontos és hasznos, hogy folyamatosan megmérjük, számokban is próbáljuk meg minél inkább megfoghatóvá tenni, hogy hol tart a pénzügyi rendszer két szempontból. Egyrészt képes-e kezelni a környezeti, főként a klímaváltozásból eredő kockázatokat, másrészt pedig a Fő másik kérdésünk, hogy képes-e finanszírozóként támogatni a gazdaságnak a szükségszerű zöldülését a szükségszerű zöld fordulathoz finanszírozóként partnerként rendelkezést állni. Igazából erre a két kérdésre keresi a választ a jelentésünk. Sok-sok mutató indikátoron keresztül. Maga a jelentés is három részből áll össze, és én is most ebben a prezentációban igazából három blogban szeretnék beszélni. Egyrészt röviden bemutatom azt, hogy bizonyos kulcsindikátorok alapján, hol látjuk a magyar gazdaságban leginkább azokat a területeket, ahol előrelépés van, előrelépésre van szükség környezeti szempontból. Hol látjuk azt, hogy igazából szükség van ugye új beruházásokra, amihez ugye a pénzügyi rendszer biztosíthatná a forrásokat, és pont ezért szól majd a prezentációm második része arról, hogy hogy látjuk a pénzügyi rendszert etéren, mennyire tudja mobilizálni a forrásait a gazdaság zöldítése érdekében, és hogyan kezeli a kockázatokat. Végül pedig beszélek arról, hogy a szabályozó, benne az MNB, az Európai Uniós hatóságok, illetve más szabályozók mit tesznek, mit tettünk eddig, és milyen további lépésekkel segíthetjük a zöld pénzügyeknek a térnyelését a hazai gazdaságban. Elsőként akkor a, a gazdaságot leíró mutatókat mutatnám be. Nagyon sok indikátort használunk a jelentésben, itt most megint csak egy részét szeretném ezen a mai prezentációmban bemutatni. Az egyik legfontosabb, és talán mondhatjuk, hogy sokak által ismert mutató, amikor azt nézzük meg, hogy az egyes gazdaságok mennyi üvegház, üvegházhatású gázt bocsájtanak ki. Jól tudjuk, hogy Magyarországon 1990 óta Szerencsére egy nagyon erős csökkenést tudott bekövetkezni ebben a számban, és tulajdonképpen már jócskán az EU átlag alatt van, értem pozitívan, tehát sokkal nagyobb csökkenést tudtunk elérni, mint az Európai Unió egésze. Az is látszik viszont, hogy még nem dőlhetünk hátra, hiszen az elmúlt években nőtt a magyar gazdaságnak az üvegházhatású gáz kibocsátása. Ez is ugye azt jelzi, hogy a különböző ágazatokban még bőven van tere, hogy, hogy zöldüljenek a gazdasági szereplők. Az előbbi mutatónak külön tulajdonképpen a, a párja, amikor azt mérjük meg, hogy egyetségnyi GDP-t mennyi üvegházhatású gáz kibocsátással termel meg a gazdaság. Itt azt láthatjuk a friss adatok alapján, hogy itt Magyarország tulajdonképpen az Európai Uniós átlaggal szinkronban tud mozogni jobbak vagyunk, mint a, visegrádi országok, tehát egyetségni gazdasági teljesítmény kevésbé szennyezően tudunk előállítani, de itt sem szabad elfelejteni, hogy tulajdonképpen az Európai Unió egész nézve is még előttünk áll az a kihívás, hogy tulajdonképpen még kevesebb üvegházhatósú gázkibocsájtással kibocsátással kellene a gazdasági növekedést, illetve a gazdasági termékeinket előállítani szintén sokat mondó mutató, amikor azt vizsgáljuk, hogy a mezőgazdasági termelésben mekkora arány, mekkora arány tesz ki az ökológiai gazdálkodásból bevont területek. területek. Itt azt nem szabad elfelejtenünk, hogy a mezőgazdaság egyrészt nagyon erősen kitette a klímaváltozásnak, másrészt pedig egyébként a, nyilván a mezőgazdasági művelésnek a módja nagyon erősen befolyásolja, hogy, hogy mennyire Használjuk ki a természeti erőforrásainkat. Itt nagyon magas ambíciózus az Európai Uniónak a célja. 2030-ra 25%-ra szeretné elérni az Európai Unió az ökológiai gazdálkodásba bevont területek arányát a mezőgazdasági termelésen belül. Itt ugye azt látjuk ezen az ábrán is, hogy Magyarország még sokat kell tenni, hogy elérjük ezt a szintet de itt a pozitív üzenet az, hogy egyértelműen volt egy növekedés az elmúlt években, tehát elindult egy jó irányba a, a mezőgazdaságunk is. Nagyon fontos mutató továbbá, hogy az energiánkat, amit megtermelünk, az mennyire zöld formában tesszük, hiszen tulajdonképpen a gazdaság minden ágazata valamilyen formában energiát használ. Tehát, hogyha tudjuk zöldíteni az energiatermelésünket, akkor az egész gazdaságnak a zöldülését tudjuk elősegíteni. Itt azt láthatjuk, hogy folyamatosan egyre ambiciózusabb céljai vannak, mind az Európai Uniónak, mint Magyarországnak, és jócskán van még ő teendőnk. Itt nagyon fontos megint csak a bankok szerepe. A hazai bankrendszer nagyon jelentősen kivette a részét például a naperi művek felállításának finanszírozásában, de tudjuk ugye, hogy nagyon ambíciózus céljai vannak Magyarországnak a megújuló energia részarányának növelésében, amihez nagyon fontos lesz, hogy partnereljen a pénzügyi rendszer finanszírozóként, hiszen óriási a beruházási igénye a naperőműveknek és más megújuló energia termelési létesítmények létrehozásának. A következő nagyon fontos mutató, amit a jelentésben is részletesen elemzünk, az az elektromobilitással kapcsolatos. Ugye a közlekedés egy olyan szektor, aminek nagyon erős tud lenni a környezeti lábnyoma, és minél inkább zöldebb módon közlekedünk, illetve szállítjuk az áruinkat, az több ágon is segít a gazdaságnak a fenntarthatóbbá válásában. Itt ebben az ábrán azt láthatjuk, hogy Magyarországon, bár az elmúlt években ugye a különböző programoknak köszönhetően azért nagyon sokat léptünk előre az elektromobilitás terén, de még mindig bőven van tere, hogy felzárkózzunk az Európai Unió átlagához, és hát nyilván azt is láthatjuk, hogy vannak igazi pionírok, illetve élharcosok az Európai Unióban, ahol már egészen számottevő az újonnan forgalomba hozott személyautókon belül az elektromos, vagy pedig hibrid hajtású autóknak az aránya. És hát mondanom sem kell, hogy az autók gyártásban, illetve az autók vásárlásában megint csak a bankok, leasing cégek, mint finanszírozók rendkívül fontos szereplők. Szintén nagyon sokat mondó mutató, amikor azt vizsgáljuk, hogy a hulladékunkat milyen mértékben tudjuk újra hasznosítani. Itt szerencsére egy nagyon pozitív változást láthatunk, tehát folyamatosan nő, ahogy látjuk az ábrán is Magyarországon az újrahasznosítás aránya. Viszont az Európai Unió egészéhez képest, az uniós átlaghoz képest még mindig marad mit behoznunk. Nagyon fontos lenne, hogy, hogy tudjuk javítani az újrahasznosítás arányát. Ehhez nyilván többféle eszköz van, és a vállalati oldalon is van tere annak, hogy a vállalatok minél körkörösebben működjenek, ami megint csak beruházási igényel, technológia cserével járhat együtt, amihez szükséges a pénzügyi rendszer közreműködése. Végezetül a jelentésben több úgynevezett kompozit mutatót is bemutatunk. Ezek olyan indikátorok, amikor sok-sok mutatót agregálnak egy ilyen átfogó, leíró indikátorba. Az egyik ilyen nemzetközi szinten is sokak által figyelt mutató, az a éghajlatváltozással kapcsolatos sérülékenységet és az egyes országok felkészültségét mutatja, ez az úgynevezett Notre Dame alkalmazkodási index. Itt azt láthatjuk, hogy ami egy nagyon fontos üzenet, és megint csak felhívja a figyelmet arra, hogy mennyire fontos, hogy, hogy dolgozzunk ezekkel a témákkal, hogy itt azért Magyarország egy kifejezetten sérülékeny országnak számít akár a Visegrádi országokkal összehasonlítva a klímaváltozás szempontjából, tehát nagyon fontos már csak emiatt is, hogy minél inkább felkészítsük a gazdaságot, hogy tudja kezelni a klímaváltozás által generált negatív hatásokat, kockázatokat. És egy másik nagyon sokak által, elemzők által figyelt mutató az ökológiai lábnyom és a biokapacitás alakulása. Ugye ez az, amit úgy szokás sokak által idézni, hogy hány földre lenne szükségünk ahhoz, hogy, hogy tulajdonképpen a mindennapi fogyasztási igényeinket kielégítsük. Ugye tudjuk, hogy már sokkal több, mint egy földet elhasznál a világ lakossága, és az országonként is meg lehet nézni ezt a mutatót. Magyarország jobban áll, mint az Európai Unió etéren, de itt is azt láthatjuk ezen az ábrán, hogy nagyobb az ökológiai lábnyoma az országunknak, mint amekkora biokapacitással rendelkezik így a természeti környezet. Ez alatt azt értem, hogy mennyi természeti erőforrást állít elő évente megújuló, és én értelmem fenntartható módon a természeti környezet, illetve mennyi szennyezést tud elnyelni a magyar természeti környezet. Itt ugye láthatjuk, hogy többet fogyasztunk el, mint a biokapacitásunk. Itt is van még tere a javulásnak, de sokkal jobban állunk, mint egyébként az Európai Unió egészen. És a jelentésben összefoglaljuk is tulajdonképpen egy ilyen nagy adattáblában a mutatókat. Itt most tulajdonképpen szerintem csak az a legfontosabb összefoglaló zenetünk, hogy elég sok olyan mutató van, ahol láthatóan bőven van még tere a fejlődésnek, szükséges, hogy egyre több fenntartatóságot szolgáló beruházást tudjanak eszközölni a vállalatok, ami viszont át is vezet minket a következő témánkra, a pénzügyi rendszer szerepe, hogyan tud a pénzügyi rendszer partner lenni a gazdaság szükségszerű zöldülésében. Ezt a kérdést pedig két szempontból vizsgáljuk, ahogyan már említettem. Az első ilyen szempont az, az hogy mennyire mobilizálják a forrásaikat, tehát tulajdonképpen például lakossági megtakarításokat, a klímavédelem és más zöld célok érdekében a hazai bankok, alapkezelők, biztosítók, nyugdíjpénztárak. Itt érdemes külön-külön vizsgálni a hazai pénzügyi szektor szereplőit. Ha a bankokat vizsgáljuk, akkor ott van egy nagyon friss felmérés az MNB-nek, az MNB minden egyes bankot megkérdezett, hogy milyen lehetőségeket lát a klímaváltozás és más környezeti anomáliák kapcsán a szükséges gazdasági fordulat terén. És itt ezen az ábrán is láthatjuk, és a jelentésben leírjuk részletesen, hogy a bankok azért elég sok üzleti lehetőséget látnak, ami szerintünk egy nagyon fontos pozitív trend. Sokan az energetikában, akár energiatermelésről, akár energiahatékonyság javításában látnak üzleti fantáziát, az elektromobilitás, amit ugye szintén már említettem, a tőkepiaci termékek terén, akár a zöld kötvények, akár a zöld befektetési alapok, de ugyanígy a mezőgazdaság is megjelenik a bankok üzleti elképzelései között. Tehát azt látjuk, hogy egyre inkább észlelik a bankok, hogy itt a gazdaságnak zöldülnie kell, és hogy ez tulajdonképpen nekik egy lehetőséget is jelent, mint finanszírozók. Külön egy kiemelt téma ugye a, a lakóépületek, illetve más épületek energiahatékonysága, zöldsége. Az MNB-nek ugye nagyon sok olyan programja van, amivel a, 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 lakáspiacot próbálja élénkíteni, fejleszteni, és ugye az MNB is kiemelten figyel arra, hogy minél inkább energiahatékony az a zöld ingatlanok legyenek Magyarországon. Ehhez ugye bevezetett az MNB tavaly év végén, illetve 2020 elején egy olyan új programot, hogy a bankokat ösztönözzük, hogy minél inkább az energiahatékony ingatlanokat priorizálják az ingatlan finanszírozásban. Erre azért is nagy szükség van, mert ha ezen az ábrán rátekintünk, akkor azt láthatjuk, hogy még mindig nagyon-nagyon kicsi a energiahatékony, az a zöld lakóingatlanok aránya a hazai lakásállományban, tehát óriási szükség lenne arra, hogy minél inkább korszerűsödjön a hazai lakásállomány. Ehhez nem csak az MNB-nek az új zöld hitel ösztönzője áll rendelkezésre, hanem tervben van az MNB-nek egy zöld jelzáloglevélvásárlási programja, ami reményeink szerint szintén majd katalizálja a bankokat, hogy minél aktívabb támogató szerepet tudjanak betölteni a lakóingatlanok zöldítésében. A tőkepiacon, ahogy a már alelnök úr bevezetőjében el is hangzott, nagyon pozitív trendeket láthatunk. Tavaly, amikor ugye egy koronavírus árnyékában átélt évet láthattunk, mégis nagyon komoly tőkepiaci fejlemények voltak. Ugye 2019-ben még egyetlen Magyarországon kibocsájtott zöld kötvény sem volt hazánknak, viszont 2020-ban két nagyon sikeres zöld állampapír kibocsátásra került sor, aminek nagyon pozitív volt a befektetői fogadtatása, és másrészt úgy látjuk, hogy ez egy nagyon fontos üzenet is a piacoknak, hogy mennyire fontossá válhatnak a következő években is a zöldkötvények a magyarországi pénzügyi rendszerben. Ugyanígy nagyon pozitív fejlemény, hogy beindult a vállalati zöld kötvénypiac. 2019-ben, 2020 megelőzően egyetlen magyar vállalati zöldkötvény, sem volt, míg más, akár visegrádi országokban, például Lengyelországban már megjelentek korábban a, a zöldkötvények, viszont 2020-ban köszönhetően jelentős mértékben az MMB növekedési kötvényprogramjának beindult a vállalati zöldkötvény. Zöld zöldkötvénypiac három sikeres kibocsátásra is sor került, és előre tekintve is az a várakozásunk, hogy ez folytatódni, bővülni fog. Az MNB nemrég bevezetett egy újabb zöld ösztönzőt, a bankokat arra bátorítjuk ezzel a szabályozási kedvezménnyel, hogy minél inkább zöld vállalati kötvényeket vásároljanak, és ezen keresztül befektetőként Facilitálják a, a piacokat. Ugye ezek a zöld vállalati kötvények tulajdonképpen egy mondatban összefoglalva ö, arra szolgálnak, hogy a kibocsátó vállalat valamilyen környezetvédelmet, fenntarthatóságot segítő beruházást eszközöljön. Ez lehet megújuló energiatermelés, a gyártásnak az energiahatékonyabb tétele, akár a, a szállításnak a kevésbé szennyező, módjának, módjához szükséges beruházás, minden, ami tulajdonképpen zöldnek tekinthető, és egy beruházási formát ölt, az alkalmas lehet arra, hogy zöld kötvényekkel finanszírozzuk, és azért ez egy nagyon fontos instrumentum mind a nemzetközi piacokon, mind Magyarországon is, és itt tulajdonképpen már egy egész számottevő lett a zöld arány a 2020-as kibocsátásban, ahogyan az ábrán is láthatjuk. Ha vannak zöld kötvényeink, akkor ez azért is egy nagyon fontos Fejlemény, mert vannak ugye olyan megtakarítási termékek, befektetési alapok, vagy befektetésekkel összekapcsolt életbiztosítások, nyugdíj megtakarítások, amik ugye értékpapírokba tudják fektetni a lakosságnak a, a megtakarításait, és azt láthatjuk a Nyugat-Európában, nagyon-nagyon gyorsan növekedett az elmúlt években azon befektetési alapoknak az aránya, amelyek figyelembe veszik a fenntarthatósági szempontokat a befektetési politikájukban. Ugye azt hívják ESG-nek, azaz környezeti, environmental, social és governance, tehát felelős vállalat irányítási szempontokat érvényesítő befektetési politikának. Az Európa piac egészén már 15% körül van az ilyen, mondjuk így fenntarthatósági szempontokat alkalmazó befektetési alapok aránya. Ez Magyarországon sajnos még csak fél százalékot tett ki tavaly, tehát jócskán van még tere itt a növekedésnek, de az MNB-nek, tehát az a Reményünk, hogy ez Magyarországon is be fog indulni, itt látunk nagyon pozitív piaci fejleményeket is, hiszen a hazai alapkezelők is bevezették az ESG kategóriákat a saját kategorizálásukba, illetve az új uniós szabályok is egyébként nagyon erős fejlesztési segítséget nyújtanak majd ahhoz, hogy minél több ilyen fenntarthatósági szempontot érvényesítő befektetési termék legyen Magyarországon is. És ö, akkor a pénzügyi rendszert ö, más szempontból értékelve, még arról is szeretnék beszélni, hogy ö, mennyire veszik figyelembe a környezeti eredetű, főként klímaváltozásból fakadó kockázatokat a hazai ö, bankok. Ö, ezt tulajdonképpen egyrészt egy kvantitatív elemzéssel mutatjuk be a jelentésben, másrészt pedig az MMB-nek volt egy teljes bankrendszerre kiterjedő felmérése. Ott pedig a bankok által megfogalmazott válaszokat ismertetjük a jelentésben, és én is most röviden ebben a prezentációban. A kvantitatív elemzésünkben azt vizsgáljuk, hogy milyen mértékben karbonintenzív a hazai bankoknak a hitelportfóliója, azaz a vállalatoknak nyújtott hitelek milyen mértékben vannak folyósítva olyan ügyfeleknek, vállalati ügyfeleknek, akiknek a tevékenysége az jelentős széndiokszid kibocsátással jár, ugye ezt hívjuk karbonintenzitásnak, és itt tulajdonképpen azt láthatjuk, hogy az elmúlt években picit nőtt ez a karbonintenzitás, tehát a bankrendszer mérlegében nőtt azoknak a vállalatoknak, illetve ágazatoknak a súlya, amelyek inkább nagyobb üvegházhatású gáz kibocsátással járnak. Ez egy olyan trend, amire figyelni kell, ezt üzenjük a bankok számára is, illetve az előkészítés alatt álló tesztünk is pont tulajdonképpen ezt a kérdéskört fogja még jobban boncolgatva, illetve modellezzük majd, hogy különböző szenárióban ez mit jelentett a bankrendszerre nézve. Ahogy említettem, nem csak ilyen kvantitatív elemzésekkel, hanem Tulajdonképpen a bankok véleményét megkérdezve is vizsgáljuk a kockázati felkészültséget. 2020-ban az MMB teljes bankrendszert megkérdezte a klímakockázatokkal kapcsolatban, és ennek a felmérésnek az eredményeit is bemutatjuk a jelentésben, és én is most kiemelem a legfontosabb válaszokat, amit a bankoktól kaptunk. Az egyik első fontos üzenet, ami a felmérés alapján kirajzolódik, az az, hogy az a bizonyos időhorizontok tragédiája, ami igaz tulajdonképpen a világ összes fejlett piacán, az Magyarországon is igaz, tehát tulajdonképpen egy néhány éves tervezési horizontja van a hazai bankoknak, míg tudjuk, hogy a fenntarthatósági kihívások, a klímaváltozás azok olyan hogy is mondjam, trendek, amik egyébként lehetséges, hogy nem jelennek meg ebben a rövid távú időhorizonton, hiszen itt ugye sokszor évtizedekről is beszélünk, amikor a klímaváltozásról van szó. Ezért nagyon fontos, hogy tudatosítsuk, hogy már most számoljanak azokkal a kockázatokkal, amik igazán súlyossá, lehet, hogy nem jövőre, de mondjuk 5-6 vagy 10 év múlva válhatnak a különböző szektorokban. A jó hír viszont, ami visszaköszönt a felmérésből, hogy, klíma, hogy, hogy hiába volt és van még sajnos jelenleg is velünk a Covid korlátozások, a Covid problémák, de ennek ellenére nem került le a banki agendákról, a banki stratégiai tervekről a klímaváltozásnak a témája, sőt azt válaszolták a hazai bankok az MNB felmérésében, hogy igazából a bankok több mint egyharmadában, egyharmadánál nőtt a stratégiai súlya a klímaváltozásnak, volt jó pár bank, ahol nem változott, ez mindenképpen egy nagyon pozitív Ígéretes fejleménynek látjuk. Azt is megkérdeztük a bankoktól, hogy milyen mértékben foglalkozik maga a felső vezetés a klímaváltozással, hiszen, hogyha a bankok vezetése ezt már magas szintű prioritásként kezeli, akkor az nyilván le fog csorogni a bank egész tevékenységére. És itt azt látjuk, hogy a hazai bankoknak már egyharmadában egy igaz az, hogy a bank vezető testületei tárgyalják a klímaváltozás, mint témát, tehát elkezdték feltenni azt a kérdést, hogy hogyan fog hatni az illető bankra, hogyan tud esetleg finanszírozóként, vagy a kockázatkezelésében kezelésében megjelenni a klímaváltozás az illető bank működésében. Ez az egyharmados arány azt gondoljuk, hogy már tulajdonképpen egy jó kezdet, de azt látni kell, hogy Nyugat-Európában ez inkább kétharmad körül van, ott sokkal nagyobb már tudatossága a nagy bankokban a klímaváltozással kapcsolatban. A felmérésünk arra is kitér, hogy milyen szervezeti megoldásokat használnak a bankok. Itt az egy tulajdonképpen érdekes, és azt gondoljuk, hogy továbbfejleszthető, de már egy jó jel, hogy egyre több helyen van dedikált felelőse a klímaváltozásnak, a környezeti kockázatoknak. Ez valahol még egy személy, valahol egy kisebb csapat, valahol egy nagyobb szervezeti egység. A lényeg az, hogy egyre több helyen a bankokban van gazdája, van felelőse a fenntarthatóságnak. Nő azoknak a bankoknak is az aránya, akik egyértelműen azonosítottak már klímakockázatokat, tehát tulajdonképpen explicit módon is megfogalmazták, hogy az ő üzleti modelljükre, az ő hitelezési tevékenységükre érdemben hatni fog a klímaváltozás, tehát már látják, hogy kell cselekedniük. Ez egy egyértelmű előrelépés a 2019-es évhez képest, hiszen nőtt a tudatos intézmények száma. Viszont azt is válaszolták a felmérésünkre a hazai bankok, hogy azért sok kihívással szembesülnek, probléma a szakemberhiány, igazából számukra még újak ezek a fenntarthatósági kérdések, meg kell ismerkedniük, és sokkal jobban meg kell érteniük, hogy például a klímaváltozás hogyan hat a különböző gazdasági ágazatokban, ők akkor fogják tudni ezeket a kockázatokat kezelni, illetve a finanszírozást biztosítani. Um. A jelentésünkben nagyon sok mutatót mutatunk be, most ebben a prezentációban nem megyünk ezeken végig, igazából megint csak az összképet szeretném ezen az ábrán érzékeltetni. Itt is tulajdonképpen látnunk kell, hogy a pozitív, ígéretes jelek ellenére azért még komoly lemaradást látunk a hazai pénzügyi rendszer felkészültségében az Európai Unióhoz képest. És megint csak hozzá kell tenni, hogy még az Európai Unióban sem mondhatjuk azt, hogy tulajdonképpen már kellően integrálták volna a fenntarthatósági szempontot a pénzügyi piacok. Ezért is van az Európai Uniónak számos kezdeményezése, hogy zöldítse a pénzügyi rendszert. És végül a prezentációm utolsó részében, akkor beszélnék még a szabályozási fejleményekről, egyrészt arról, hogy a közelmúltban mik voltak a legfontosabb intézkedések, amelyik reményei szerint elősegítik a szükséges zöld fejlesztéseket a pénzügyi rendszerben, és hogy mi az, ami még előttünk áll, amik megint csak terveink szerint katalizálni tudják majd a piacokat. Nagyon fontos látnunk, hogy egy nagyon-nagyon nemzetközi környezetben mozog az MNB is, tehát számos globális, illetve Európai Uniós szabályozási kezdeményezés van az agendán, mi ezekben aktívan részt veszünk, mint MNB, tagjai vagyunk a legfontosabb nemzetközi szervezeteknek, részt veszünk a munkacsoportokban, és a jelentésben pontról pontra bemutatjuk, hogy például a zöld jegybankok világszervezetének a haddarab javaslatát hogyan foganatosítjuk, hogyan alkalmazzuk, hogyan felelünk meg ennek saját nemzeti szinten megtett intézkedésekben. Tulajdonképpen azt is talán ennyi büszkeséget megengedhetünk magunknak, hogy élen járunk, mert minden egyes globális ajánláshoz vannak intézkedéseink. Nagyon sok olyan, ami tulajdonképpen még más európai országban nem is tettek meg a hasonló hatóságok. Fontos látnunk az Európai Unió szabályozásait is, erről is beszámolunk a jelentésben részletesen. Most a prezentációban csak annyit említenék meg, hogy egyre több jogszabályi úton kötelező rendelkezés lép majd hatályba. Először a tőkepiacon, már március közepén, de később a bankszektorban is uniós rendeletek fognak előírni különböző zöld követelményeket. Ezekre mindenképpen meg kell kezdeni. És folytatni kell a felkészülést a hazai piaci szereplőknek is, ami az MMB nagyon sok támogatást nyújt a piaci szereplőknek. És maga az MMB összhangban az uniós törekvésekkel is tervez számos szabályozói lépést, ezek közül csak négyet említenék meg. Néhány hét múlva, ahogy, amikor hatályból lépnek a fenntartható befektetésekkel kapcsolatos új uniós szabályok, ehhez az MMB egy nemzeti alkalmazást, elősegítő iránymutatást, egy körlevelet fog kiadni a hazai piaci szereplőknek. Ezzel is szeretnénk azt elősegíteni, hogy minél jobb információk, minél megbízhatóbb és érthetőbb információk jussanak el a lakossági ügyfelekhez is ezekről a pénzügyi termékekről. A másik fontos intézkedésünk az áprilisra tervezett, az áprilisra tervezett zöld ajánlásunk, amelyben a bankok számára főként kockázatkezelési, illetve más a klímavédelmi törekvéseket finanszírozó vállalatirányítási és más témákban adott iránymutatást nyújtunk majd nekik. Ez áprilisban jelenik meg ez az ajánlásunk, nemrég zárult a társadalmi konzultációja. Szintén fontos idei szabályozási tervünk, hogy folytatjuk a vállalatokra vonatkozó, a vállalati hitelezésre, illetve zöld kötvények vásárlására vonatkozó tőkekövetelménykedvezményünk kedvezményünk kiterjesztését. Újabb és újabb zöld hitel célok kerülhetnek majd be az MNB tervei szerint ebbe a programunkban. Nagyon komoly érdeklődést látunk a bankok részéről. Úgy látjuk, hogy felismerték, hogy itt tulajdonképpen az MNB kedvezményével ők nagyon jó lehetőségeket tudnak a vállalatok zöldítésében tartalommal megtölteni a hazai bankok. És a negyedik fontos intézkedés ebben az évre, az pedig a tőkepiacra vonatkozóan egy átfogó stratégiai tervezési folyamat, a minisztériumokkal, illetve a budapesti értéktősdével közösen, az Európai Bizottság támogatásával és az LBRD közleműködésével egy átfogó stratégiaalkotás folyik, ami reményeik szerint nyáron már konkrét javaslatok formájában és testetölt, és akkor tulajdonképpen újabb lépéseket tehetünk a tőkepiacaink zöldítése érdekében. Úgyhogy azzal foglalnám össze a jelentésünket, illetve a mai prezentációinkat is, hogy nagyon sok kedvező fejleményt láthatunk a gazdaságra nézve. Az elmúlt éveket tekintve, de egyértelműen látjuk, hogy nagyon sokat kell még előrelépnünk, hogy elérjük akár az Európai Unió átlagát, illetve egyes mutatók tekintetében, akár a Visegrádi országokat. Ehhez nagyon fontos szerepet kell, hogy betöltsenek a hazai bankok és más pénzügyi szervezetek, amihez azt gondoljuk, hogy egy nagyon kedvező, ösztönző, bátorító pénzügyi szabályozási környezetre van szükség, amin az MNB maga az uniós hatóságokkal együtt dolgozik, és ez lál igazából a következő hónapokban is előttünk. Köszönöm szépen a figyelmet. Nagyon szépen köszönjük, főosztályvezető úr. Ránézek közben a kollégákra, hogy esetleg érkezett a témában kérdés hozzánk. Nem érkezett ebben a pillanatban, nem látunk kérdést, úgyhogy szeretnénk megköszönni mindenkinek a, a figyelmet, és még annyit szeretnék jelezni, hogy a sajtótájékoztató prezentációja, maga a sajtóközlemény és a zöld jelentés természetesen nem sokára elérhető lesz a honlapunkon. Amennyiben további fe kérdés felmerül önökben, nyugodtan küldjék meg azt részünkre, és természetesen ígéretet kaptunk a vezető kollégáktól, hogy örömmel megválaszolják azokat írásban. Köszönöm Köszönjük szépen mindenkinek a megtisztelő figyelmet, és a kedves vezető kollégáknak is az előadásokat. Viszontlátásra!